Játékosok a színpadon a Pécsi Expo Centerben szombaton itt tartották a nyárindító Gamer Nap elnevezésű eseményt, amelynek főszervezője a Visual Tip rendezvénytechnika volt. 5-5 játékos hívtunk fel a színpadra, ők fognak egymás ellen mérkőzni, Age of Legends játékkal játszanak, nem tudom, hogy ismerős-e ez mindenkinek, de a gyerekek biztos bizonyára ismerik ezt nagyon jól. Ebben a játékban gyakorlatilag az a show és a külön eleme ahhoz képest, ami máskor szokott lenni ilyen rendezvényeken, hogy celebekkel, mondhatjuk a youtuber világ celebjeivel játszhattok, az Kis Ádámtól Rubenig és a Zsozé atyán keresztül. A játékosokat folyamatosan választották ki a nézők közül. Ez már a másik terem, ahova a Gamer Nap informatikai hátterét adó cég hozott érdekességeket. Virtuális valóság szemüvegtől kezdve a 4 méteres kijelzőn autóversenyes játék, vagy akár lövöldözős játékig látszik a fiatalokon, hogy nekik mindegy, hogy hol játszanak, csak valahol tudjanak játszani, ezért egy ilyen rendezvény ugyanolyan jó nekik, mintha otthon lennének. Én szülőként azt tudom mondani, hogy kicsit jobb is, mert itt legalább mozognak, egy kicsit jönnek, mennek, otthon meg csak a gép előtt ülnek. Persze voltak olyan játékok, amik a fiatalok egész testét megmozgatták a Gamer Napon. Nem csak a legújabb, hanem a retro jegyében a régebbi gépek, játékok is bekerültek az Expo Centerbe. Az anyukákat szintén szívesen látták az eseményen. Nekik fitness napot tartottak a sátortetős nagyteremben.